minden egyes energiaforrás. Épít vagy rombol. Az ember, amikor elfogyaszt valamit, magához vesz valamit, azáltal épül, vagy romlik. Nincs középút. Nem lehet az, hogy az ember nem mozduljon el valamerre, balra vagy jobbra. Pontosabban le vagy fel. A magunkhoz vett eledel energiaforrás. Önmagában semmilyen. Semleges. Nem az étel határozza meg azt, hogy az ember felfele mozdul általa, vagy lefele. Nem az eledel miensége és minősége határozza meg azt, hogy az ember épül vagy romlik általa, hanem az a lelki állapot, az a lélek jelenlét, amelyben elfogyasztja az ételt. Tegyük fel, valaki elfogyaszt egy biokertészetből származó, gyümölcsökből készült koktélt. Egy finom gyümölcskoktélt. Ez önmagában semleges. Önmagában semmilyen. De ahogy az ember elfogyasztotta, ahogyan elfogyasztja azt, amilyen lélekkel fogyasztja azt, attól függ, hogy az építi vagy rombolja őt. Megeleveníti vagy rothasztja őt. Két ember fogyasztja ugyanazt a gyümölcskoktélt. Az egyik a két ember közül áldást vesz magához. A másik személy átkot vesz magához. Ugyanabban az eledelben. És ez attól függ, hogy milyen lélekkel, milyen lelki állapotban milyen lelki minőségben fogyasztja a táplálékot. Az a világ, amiben élünk, bár megvannak a jó oldalai, megvannak a maga szépségei, hazugság. A valósághoz képest, a teljes valósághoz képest
úgymond a mennyek országához képest hazugság. Ezt a hazugságot a gyermek a legelső jajszóval jelzi számunkra, amikor megszületik, amikor elsírja magát, rögtön kijelenti számunkra azt, hogy hazugságban vagyunk. Ő tudja, hogy hazugságban vagyunk. De viszont az idők folyamán a felnőtt segítségével ő is elfogadja, megtanulja, oklevelet szerez a hazugságból, hozzászokik ahhoz. A gyermek pontosan úgy, mint a rügy, az új hajtás egy faágon, puha, lágy, képlékeny, életképes, tele van élettel. Ő még nem hisz a hazugságban. Amikor megtanulja tőlünk a hazugságot, átveszi, átörökli, úgymond a bűnt, a hamis kódokat, az életellenes kódokat, megkeményedik, meghatározódik, meghatározza magát, körül határolja magát, elhatárolja magát az igazságtól, a mennyek országától, Istentől. Amikor a gyermek megtanulja, hogy ki ő, amikor ő elhiszi, hogy emberektől megtanulhatja, hogy ki ő valójában, akkor kérgeket, vastag kérgeket növeszt a bőrén, az ő lelkén is. Megráncosodik, bekeményedik, megkérgesedik, és még jobban elszigetelődik az élettől, Isten országától, attól az állapottól, amelyből jött, amelyben az anyaméhben volt, mielőtt megszületett volna. Persze feltéve, hogy egy szerető édesanya méhében fogant és növekedett. Amikor a gyermek tanul, amikor a gyermek eltanulja a felnőttektől, hogy hogyan kell megöregedni, hogyan kell megkérgesedni, hogyan kell tönkre menni. Az eledel, amit fogyaszt, számára is romboló, rothasztóvá válik, legyen az bármilyen egészséges táplálék, biokertészetből származó gyümölcs. A gyermek, amíg növekedik, és amíg tanulatlan, amíg még bízik, amíg tud bízni, a táplálék, amit ő bevesz, elfogyaszt az édesanyja emlőjéből, vagy bármilyen táplálék áldás számára, fejleszti őt, növeli őt, megtölti őt élettel. De akkor ő még naív, akkor ő még mindent elhisz, mert benne csak a szeretet van, mint ahogy Pál fogalmazza. A szeretet mindent elhisz, mindent remél. Ő nem válogat
A szeretet nem tud válogatni. A napfény nem válogat. Egyaránt rámosolyok a búzára és a gyomnövényre. Az eső sem válogat. Egyaránt meglocsolja a búzát és a konkolyt. A tudatlan, az emberi tudományt nem ismerő gyermek mindenkiben bízik. Számára minden táplálék jó táplálék, minden táplálék áldás. Növeli őt, kiteljesíti őt, fejleszti őt. Növekedik benne az élet. Mindaddig, amíg a megkérgesedő felnőttek, a megkérgesedett felnőttek, az öregedést imádó, báványozó felnőttek, a meghatározottságot báványozó felnőttek, az Istentől való elhatárolódást imádó felnőttek megtanítják őt a halálra, miközben azt mondják neki, hogy életre nevelik őt. Mindaddig, amíg ő eltanulja a felnőttektől az életnek nevezett élettelenséget, számára minden táplálék egészséges. Mert bizalomban fogyasztja azt, nem tud nem bízni. Ezért mondatik az, hogy ha nem válunk olyanokká, mint a gyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát. Ha nem születünk újjá, ha szándékosan nem döntünk úgy, hogy visszamegyünk a gyermeki állapotba, ahol bízunk mindenbe. Mindenkiben bízunk. Nem okoskodunk. Elfogadunk mindent. Még a gonoszt is elfogadjuk, mert gyermekek vagyunk. Persze az megbánthat bennünket, de mi bízunk a jóban, hogy lesz elég jó, elég szép, ami elfeledteti velünk a fájdalmat. Ha nem kerülünk vissza a gyermeki állapotba, ha mi akarjuk megvédeni magunkat, ha óvatosak vagyunk, ha túl óvatoskodjuk az életünket, nem láthatjuk meg Isten országát. Azt mondta a mester, hogy a gyermekeké az Isten országa. Jaj annak, épp ez itt jaj annak, aki egyet is megront közülük. Annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe dobják őt. Mert aki vágyik az újjászületésre, vágyik arra, hogy a gondviselő gyermeke legyen, ő már nem tud vigyázni magára. Ő már nem tud agyalni, eszelni, hogy hogyan lehetne az ő léte biztonságban. Amikor megkaptam ezt a kegyelmet, megkaptam ezt az értést, ezt a látást,
hogy a gondviselő azt mondta, hogy az ő gyermeke vagyok, benne bízzak. Csak benne bízzak. Ne emberekbe bízzak. Ne embereket fürkészek. Ne emberektől tanuljak. Hanem tőle. Az ő szent lelkétől. Az ő szent jelenlététől, amely körülvesz állandóan. Amely nem tud nem körülvenni, nem tud nem vigyázni rám. Benne bízzak, vele járjak. Akkor azt is megláttam, hogy újból sebezhető lettem, sebezhetővé váltam, mert az én nyitottságom, nyitottság minden irányban. Muszáj nekem éhezni és szomjúzni az igaz táplálékot, amelyet csupán a lélek adhat meg számomra. Muszáj vágynom arra, hogy a lélek irányítson. A lélek tegye lehetővé számomra azt, hogy emberekkel találkozzak. Hogy a lélek mutassa meg számomra, hogy milyen emberekkel találkozok. Muszáj vágynom arra, hogy ne legyek erős, hogy legyek lágy, mint a gyermek, mint az újszülött, aki még mindenkiben, mindenben bízik. Ezért fontos, hogy számomra az Úristen minden legyen, és mindenki. Mindenben bízzak, ami körülvesz. Higgyem el, hogy az ő tökéletes terve erősebb minden gonoszságnál. És ebben az állapotban létezzek. Mert ha ebben az állapotban vagyok, a táplálék, amit elfogyasztok, áldás számomra. Minden egyes ember számára, aki nem hallott az újjászületésről, aki nem tudja, hogy újjá lehet születni, hogy felnőttként gyermekké lehet lenni, aki ezt nem tudja, bármit fogyaszt, bármit eszik, átkot vesz magához. Legyen az ő eledele a legegészségesebb táplálék a Földön. A legegészségesebb, legtisztább zöldség, a legtisztább gyümölcs, átkot fogyaszt, drága barátaim. Miért fogyaszt átkot? Azért, mert a testnek a táplálásával is eltereli a figyelmét a valóságról, annak lehetőségéről, hogy ő ráeszméljen arra, hogy hazugságban élte az életét, és szüksége van neki az igazságra. Szüksége van neki arra, hogy újból gyermek lehessen. Az ember azért táplálkozik. A tudatlan, az Istent nem ismerő ember azért táplálkozik, hogy hamarabb eljusson a sírgödréhez. Hogy minél hamarabb eltemessék őt. Mert amikor táplálkozik, valójában csak a test kívánságait táplálja.
És azt is csak azért, hogy elterelje azzal a figyelmét a mindenhatóról, a mindenütt jelenlévő Istenről. Óriási szomorúság a lelkemnek azt látni, hogy az emberek összeülnek, és fogyasztják a táplálékot. A finom eledelt. És az a táplálék nem táplálja őket, hanem megrontja, megrothasztja őket, taszítja őket a sírgödör felé. Mert felnőttként táplálkoznak. A testi éhség, a testi szomjúság oltására táplálkoznak. A testi örömszerzés okából táplálkoznak. És amikor a test megtelik élménnyel, ízekkel, finomságokkal, a lélek eltompul, a lélek sír, a lélek éhezik. Mert nem mint lelki ember táplálkoztam, hanem mint testi ember, aki a testtől reméli az örömöt. Drága barátaim, van újjászületés, van lehetőség arra, hogy az ember újból gyermek legyen, még 90 évesen is. Az újjászületésnek az útját a lélek már most kívánja benned. Ha arra figyelsz, a lélek haza akar menni. A test meg akarja magát határozni. El akarja magát határolni az igazságtól. De a lélek kívánja az igazi eledelt. Most is. Ha arra figyelsz, a lélek elvezet téged az újjászületésre. Megmutatja, hogy mi az igazság. Melyik az élet útja. Az összes vallás, az összes emberi rendszer, az összes emberi szervezet a test jólétét hivatott szolgálni. Az összes emberi elképzelés az agy, az elme jólétét hivatott szolgálni. A mi emberi, az nem lehet isteni.
De ami isteni, az lehet az emberi. Mert az ember lehet újból gyermek, örökös. És az örökös megkapja azt, ami isteni. Ami isteni. Ha elfelejt felnőtt lenni, ha megtagadja az ő felnőtti ízlését, okoskodását, vágyait, a felnőtt meghatározottságát, ezt nyilván emberként lehetetlen kivitelezni. Mert az ember minden, ami emberi, minden, ami testi, az ellen hadakozik, hogy a lélek gyermekként létezhessen. Az Atyaisten dicsőségében. Ezért van a fohász. Ezért van az ima. Ezért van a belső szoba, ahol az ember megalázza magát, leveszi az összes maszkot, őszintén megvallja minden gyarlóságát, szembenéz vele, megmutatja a mindenhatónak. Azt mondja: Istenem, ez van, ez vagyok, de ez számomra nem kielégítő. Nekem többre van szükségem ennél. Amikor az ember megteszi ezt, a lélek, az Atya készségesen siet az ő elveszett bárányának a megmentésére, a tékozló fiúnak a visszafogadására, kikövezi az útat előtte, felékesíti az útat előtte, hogy a gyermeke hazatérhessen, útjelzőket ad az ő útjába, hogy az ő gyermeke tudja, hogy merre kell menni. Ezért fontos a fohász, az ima, mert az imában a gyermek, vagy az ember gyermekké lehet, és nem arra néz már, amit a szemei látnak, amit a fizikai szemei látnak, hanem arra, amit a lelki szemei látnak. Mint ahogy Pál mondja, nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. A test nem láthatja Isten dicsőségét. A természet ősszel megfakul. A fák lehullatják a leveleiket. Idővel megkérgesednek, kiszáradnak, kirothadnak. Semmi sem segíti jóformán a lelket abból, amit a fizikai szem láthat ebben a világban. Ezért fontos behunni a fizikai szemünket ima közben, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a fizikai szem előtt láthatatlan dolgokra, a lélek dolgaira, és abban higgyünk,
Ne abban higgyünk, amit látunk, mert amit látunk, az mind mulandó szépség. Mind mulandó, mind rothadó, mind visszakívánkozik a földbe, ahonnét származik. A lélek pedig visszakívánkozik a mindenhatóhoz, ahonnét származik. Ezért az ő szemeivel kell lásson a gyermek. A lélek szemeivel, figyelmen kívül hagyva mindazt, amit a fizikai világ mutat számára. Állítólag voltak olyan zsidók, akik az életük utolsó napját is boldogan töltötték, örömben töltötték, nem zavarta őket az, hogy meg fognak halni. Mert ők nem hittek annak a koncentrációs táborban. Nem hittek annak, amit a világ a szemük elé gördített. Tudták, hogy nem az a valóság, az az elbukott világ, az elbukott valóság. És ők nem arra tekintettek. Ezért egyesek közülük vidáman mentek be a gázkamarákba, mert tudták, hogy ők hazamennek a valóságba. Jézus miért tudta átadni az ő testét a hóhérnak, az ő ellenségeinek? Azért, mert behunyta a szemét, az atyához fohászkodott. És az ő lelke látta a mennyet, a menny valóságát. Nem a láthatókra nézett, nem a gyenge jellemű barátaira, apostolaira nézett, hanem az atyára, aki lélek. Isten nem ember, nincs fizikai teste neki, mert nem fér el a fizikai testben, ő a teljes dicsőség. Jézus arra nézett, azt mondta az akkori legjobb barátjának, akit korábban mellesleg nagyon megdicsért, mert ő volt az első, Péter volt az első, aki kijelentette, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De megdorgálta őt, és azt mondta azon a napon neki, hogy távozz tőlem, Sátán, távozz tőlem, Péter, testi Péter, te test vagy, most visszaestél a húsba, a vérbe, a testi gondolkodásba, ne kísérts engem. Én nem rád figyelek, hanem az atyámra, aki lélek, az ő országára, ami nem fizikai, ami nem testi. Ne kísérts engem, mert ez meg kell történjen. Vissza kell adnom a testem a bűnnek, a világnak, az elbukott világnak. Lemondok a testemről, annak bizonyságául, hogy én lélek vagyok, örök életű, örök létű lélek, az Atya Istennek a szeretett gyermeke.
egyáltalán nem jó részt venni olyan lakomákban, ahol az emberek azért esznek, azért fogyasztanak, hogy hamarabb meghaljanak, hogy még jobban eltompuljanak. Kínszenvedés a léleknek. Nagyon lehangoló látni azt, hogy minden egyes falattal közelebb kerül az embertársat a kárhozathoz, a halálhoz. Üvölteni tudnék, hogy ne tedd. Hogy lélekként fogyaszt azt a táplálékot, hogy építsen téged, hogy ne öljön meg téged, de lehetetlen, mert a test úgy sem értené meg. Ezért lehetetlen a jólétben, a jó módban, a nagy eszemiszom lakomáknak örvendő embereknek elmondani az igazságot, és megmenteni őket. Számukra az egyedüli lehetőség, a megmenekülésre a betegség, a fájdalom, a testnek a fájdalma, amikor is a lélek hangja a felszínre törhet, és megvádolhatja őket, megvádolhatja a testet, hogy le akarja gyilkolni a lelket. Ilyenkor lehet valakinek elmondani az igazságot. Azok számára, akik vakációznak, nem lehet az igazságról beszélni. Lehetni lehet, de fölösleges, mert a vakációzó személyek átkot fogyasztanak a legfinomabb eledelben is, eledel által is. Ők nem hallják meg a lélek hívását, nem hallhatják meg a lélek hívását. Ezért az éhezőkhöz, a szomjazókhoz, a szenvedőkhöz, a betegekhez kell fordulni a lélek kijelentéseivel, az Isten országának az örömhírével, mert ők meghallhatják, mert ők megérthetik azt, mert boldogok, akik sírnak, akiket megtört a világ hazugsága, széttört, mert ők igaz vigasztalást nyerhetnek általad, a lélek által, a lelki ember által, a gyermek által, Isten gyermeke által. És ők megkaphatják a lehetőséget arra, hogy újjászülessenek. De akik minden falat étellel átkot fogyasztanak, mert azért fogyasztják az ételt, hogy még jobban eltompuljanak, azért fogyasztják a testi örömöket, hogy még jobban eltompuljanak, azok elé kár szórni a gyöngyöket, mert még fellázadnak ellenet, megtaposnak, eltaposnak téged. Nem értheti meg a test, a halált éjjenző test, a lélek dolgait. Csak az a test, az a lélek, amelynek megvan törve a teste, és már nem tud reménykedni a testben, nem tud örülni
a test élvezeteinek, mert tudja, hogy minden falás, minden falat étellel átkot fogyaszt, minden testi örömmel átkot fogyaszt, mert tompítja magát, sibbasztja magát, és elszakítja magát. Az újjászületés, a gyermekké válás lehetőségétől. Te most, ha eszel, ha valami finomat fogyasztasz, valami jó történik a testeddel, valami örömöt kap a tested, átkot fogyasztasz-e, vagy áldást? Az életet táplálod, a lelket, életét táplálod, vagy pedig azt rombolod. A belső szobában talán választ kapsz erre a kérdésre. Isten áldjon!